Kombinált hűtőszekrény és régi televízió az utánfutón, utóbbi megemeléséhez is két emberre van szükség. Ez a két leggyakrabban leadott elektronikus hulladék a Kerék utcai hulladékudvarban Nyíregyházán. Egészen a legrégebbi mobiltelefontól, a legkisebb mobiltelefontól, a legnagyobb hűtőig minden található itt. Azt tudni kell, hogy jelen pillanatban ezeket mi is elektronikus hulladék hasznosító cégeknek adjuk át. Tekintettel arra, hogy jelenleg a nyersanyagok ára igen magas a világpiacon, ezért most úgymond magasabb árat kapunk érte, egy olyan 25 forint per kilogram lehet az elektronikus hulladékok vételára. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a régi képcsöves tévék újrahasznosítása viszont roppant bonyolult és költséges feladat, tehát ezeknek az átvételéhez még nekünk kell fizetni körülbelül olyan 150 forint per kilogrammot. A kulcs szó az, hogy az elektromos meghajtással rendelkező eszközök mind e-hulladéknak minősülnek. Ezeket eddig csak a két nyíregyházi hulladékudvarban és a hulladékkezelő telepen vették át. A megnövekedett igények miatt azonban bővítették ezt a szolgáltatást. A járási székhelyeken az önkormányzattal leegyeztetett időpontban előre elhelyeztünk egy-egy konténert, amiben a lakosság ingyenesen leadhatta a nála felgyűlt elektromos hulladékot. Ennek eredményeként ebbe az évben évvégéig körülbelül olyan 150 tonna elektromos hulladékot sikerül majd begyűjtenünk. Sajnos azt nem tudom megmondani, hogy ez a keletkező hulladéknak hanyad részét teszi ki, de egyelőre ezt a színvonalat tudjuk biztosítani. Országosan közel 80 ezer tonna e-hulladék képződik évente, legalábbis amit a hulladékkezelő társaságok gyűjtenek. A különböző üzletekben azonban sokszor van csereakció, aminek keretében beveszik a régi eszközöket. Ha valaki mégis úgy dönt, hogy a hulladékudvarban adja le a régi fűnyíróját, csak az alapvető szabályokra kell figyelnie. Semmi különösebb szabályra nem kell gondolni, nyitvatartási időben hozhatja be hozzánk az elektromos hulladékát, itt a kollégák megmutatják, hogy mely konténerbe helyezz el, oda ő ezt elhelyezi, és mondhatni nagyon környezetbarát módon, díjmentesen, ingyenesen megszabadult az elektronikus hulladékától. Sok értékes és ritka anyag rejtőzik a leselejtezett elektromos eszközökben, amelyekre több iparágban is szükség van. Egy tonna leselejtezett mobiltelefonban például több az arany, mint egy tonna aranyércben. A mobiltelefonokban lévő gallium orvosi hőmérőkben, ledekben, napelemekben, távcsövekben alkalmazható, az arzén tűzijáték előállításához kell, az ezüstöt pedig tükrök érintő képernyőkhöz való antibakteriális textilek és kesztyűk előállításához használják.